Kabaré Klub Plus. Szerkesztő Sinkó Péter. Műsorvezető Kőhalmi Zoltán. Köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel. Ez itt a Kabaré Klub Plus. Ez úgy hangzik, mint valami fogkrém márka. Tehát köszöntöm a Kabaré Klub Plus Extra Whitening Herba Totál hallgatóit. Akik csak most próbálják először a terméket, azoknak el kell mondani, hogy ilyenkor az elmúlt évek kabaré klubjaiból adunk válogatást. Szerkesztőnk a legjobb poénokat válogatta puszta kézzel, gyöngét törődéssel fújta le a számokról a nemes porréteget a rádió archívumának délnyugati neonfényes folyosóin, miközben mindvégig csak önökre és kedves családjukra gondolt. A Kabaré Klub Plusz viszont abban az értelemben mindenképpen mínusz, hogy most sem színészek, sem nézők nincsenek itt, köszönhető annak, hogy mindannyian nyaralnak, csak én vagyok az egyetlen szerencsés, aki bejöhetett a stúdióba felkonferálni a számokat. Azok kedvéért, akiknek esetleg tópartnál, lángosos bódé mellől, ne talán önfelett frizbizgetés közben kell hallgatniuk a műsort, együttérzésem jeléül én is fürdőnadrágban ülök itt. Ez még kollégáimnak is meglepetés, látom az arcukon, mivel a fürdőnadrágra ráöltöztem, hogy azért olyan nagyon furcsán ne nézenek rám a portán. Egyébként jöhettem volna egy szál fürdőnadrágban is, hiszen tényleg mindenki nyaralni ment, üres A4-es lapokat és szerkesztőket fúj a szél a folyosókon, és azt mondták, ha végeztem, zárjam be magam után a rádiót, csak nyomjam meg a Magnum a play gombot. Tehát itt a teljes pangás uralkodik, régebben ezt uborka szezonnak nevezték, de ezen a nyáron, egyszerű vicc, de igaz, ez a kifejezés sajnos a német hasmenés járvány miatt többet már nem használható. Fontos felvetés egyébként, hogyha hasmenésünk van, honnan tudjuk róla, hogy német. Valószínűleg onnan, hogy mindig precízen időre érkezik. Ilyen problémák esetén jó, hogy létezik az országos tiszti főorvos, ezen egyébként gyermekkorom óta gondolkodom, hogy ő ki lehet. Ő valahol az alezredes meg a tábornok között van, csak közben még műthet is. Mindig úgy képzeltem, hogy stetoszkóppal a nyakában tisztelek díszemléken, és tömött sorokba vonulnak előtt a házi orvosok. Viszont ha már nálam van a mikrofon, meg kell ragadnom az alkalmat, hogy egy fontos népegészségügyi kérdésben én is állást foglaljak, sőt, mi több szózatot intézek a néphez. Nyakunkon a szúnyoginvázió, és jellemző, hogy milyen rövidlátó az emberiség. Mindenki azt mondja, hogy a nagy szúnyogot nem kell bántani, mert a hímszúnyog nem csíp, ártalmatlan. De hát emberek, azt csinálja az összes többi szúnyogot is. Elég lenne azt lecsapkodni. Nagyobb is, lassabb is, nem is védekezik. Lecsapkodnák az összeset, nyáron nem venne egy szúnyog sem. És természetesen nem kellene mindenféle ölő, űző, csapda és riasztó termékeket vásárolnunk. Utcai járosoktól vásárolni külön műfaj, nem vásárolni viszont egyenesen művészet. Egy időben cirkulált Budapesten egy nagyobb mennyiségű kiszuperált távcső készlet, amit valamiért főleg a Móri Zsigmond körtéren próbáltak elpasszolni egyes néprétegek. A kedvencem volt ebből, amikor árulták éjjellátó készülékként nappal. Tehát nem nagyon volt lehetőség próbakörre, az egyetlen bizonyíték az volt, hogy nappal tényleg nem láttál vele semmit. Én így vásároltam vadriasztót, mert óvatos autós vagyok, ez egy síp a kocsi elején, ami olyan frekvencián szól, amit csak a vadak hallanak. Tehát háziállatok valószínűleg nem hallják, egy tehén simán kisétál elé. Ezt sem nagyon tudtam kipróbálni, megvettem, de fogalmam sincs, hogy működik-e. Nehéz megmondani, hogy nincsenek vadak, vagy már elriadtak. Ráadásul olyan a síp, hogy csak 60 km per óra fölött működik, ami azzal jár, hogyha tényleg rossz, és egyszer áll majd egy szarvas az út közepén, nem elég, hogy elütöm, de ha felépülök, nehezen fogom tudni megmagyarázni, hogy az 50-es táblánál miért adtam még gázt is. Lorán Barnabás és Litkai Gergely jelenetében a fényképezőgépárus Vida Péter, a Kunschaft Jeges Krisztián. Hé, uram, főnök, bocsi, hallod? Elnézést, figyelj már, főnököm! Hogy maga, kamera, fotó, nézze csak, ilyet még nem látott. Digitális analóg mechanikus. Mi? 3 évig volt a názáé, haja? Adok hozzá zacskóban holdport. Ez mindent fotóz, érti? Képet, aurát, gondolatot, gyors hajtót. Köszönöm. Csak annyit mondanék az aksiról, hogy ez a híres többcellás 1048-as van benne. Az milyen? 10 percet használja, 48 órát tölti.
És nem savas, lugos, nikkel vaníliás. Ez a legjobb, amit Bulgáriában kapni lehet. Kazak-türkmén csúcs technika, olyan a vakuja, hogy a kanyarba szomszédba is bevilágít. Ha akar, hegeszthet vele. Nagyon strapabíró, ezeket a gépeket úgy tesztelik, hogy áthajtanak rajtuk egy jakcsordát, és a gép még utána is emlékezik mindenre. Néha kis ultrás vízzel le kell mosni. Nagyobb agya van, mint a izének, a nannak, a mondja már, az a hogyan is hívják. Na, ezt nézze, igazodik a szem dioptriájához. Látja? Ide tartom hármas, kicsit közelebb, más feles. Szemüveg helyett is hordhatja. A videó felvesz, lejátszik, olvassa a DVD kazettát is. Ja, jár hozzá operatőr. Itt a gép oldalán van ez a kis vasgyűrű, ide kell kötni. Mit? Az operatőrt. Nem mondta, digitális polaroid. Bolgár szabvány, JP Bol G-be menti a fájlokat. Ez annyira elterjedt, hogy benne van az alkotmányban is. És mi ez a kilógó ceruza, vagy mi? Karikatúra funkció. Adok hozzá egy CD-t ingyen, tele képekkel, jakokról. Hegyek között, hegyek előtt, hegyek mögött, hegyekben. De én... Várjon! Lehet csatlakoztatni USB-n mosógéphez, koronához, kemencéhez, RT-792-es csirke önetető rendszerhez. Eszik a csirke, hopp, lefotózza, na! PGD Design. Radvin és Georgi Dimitrov Design Stúdióban dizájnolták meg az nem akárkik, a Várnai mezőgazdasági és takarmány kiállításon nyerte kávéfőző kategóriában a kotyogós 4000-essel. 73-ban látom, belé szeretett. De én... Van benne GPS is, a legújabb fejlesztés, Nima. A Teletext 666. oldalán van feliratozva. És nem csak Magyarország, hanem az egész univerzum benne van. De adok hozzá analóg 3D-s földgömböt. Itt van a használati utasítás. De... Jó, hát azt nem is mondtam, van rajta a röntgen funkció. A hobbi tüdőszűrők imádják. De ha kutyát fotóz, röntgen módban vigyázzon, ne sokszor hullik utána a kutya. Hát maga a kutya. És itt van ez az ólom autós táska, 4 kiló hasadó röntgennel. Van benne ceruza helyező is, illetve hát főleg az. Benéz itt, akkor kilát a másik oldalon. Nézze csak, kuk! Ha! Ne ijedje meg, én vagyok! Nézze csak! Nem kell hozzá állvány. Adok szöget, csavar, tiplit, ha kell, falat is, látom siet. Nem akarom mutatni, ide süssön. Rajta van a gépen a Rolling Stones röntgenképe. Látom, érdekli a gép, ide hallgasson. Én vagyok a legmegbízhatóbb hírű üzletember az egész aluljáróban itt a kijárat környékén. Én odaadom részletre, na, mondom a tutit. 5000 forint a gép, add most 4900-et, a többit, ha még egyszer találkozunk, jó? Elfogadok forintot, órát, ékszert, nemes, színes fémet, smart, supershop, telefon, TB kártyát. És mi van, hogyha elromlik a gép? Ja, garancia az örök. Maximum 30 kilométerig. Ráírom akkor a vevőszolgálat címét, jó? Van dolla? Na, 28. kerület, 2. Petőfi Krisztián utca 776, K2-es épület, Dézsi lépcsőház, lefelé. Mocsárliget lakópar, a régi posványos. Ja, és egy jó tanács. Addig menni még oda, nem ér, nem hátra nézni, érti? Csere esetleg nem érdekli? Nézze, én komoly hírű üzleti ember vagyok, mit ajánl? Étkezési utalványt, kínait. Kínait? Minden kínai és jellegű vendéglőben beváltható. Komolyan? Igen, de leginkább Kínában. Ahogy sok színdarab szól színészekről, sok író ír írókról, a boxolók meg mindig boxolókat vernek, milyen érdekes, úgy egy humoristának is állandó témája maga a fellépés. Külön univerzumot képeznek a kabaréban a hakni történetek. Amikor Bödös Tibor kollégánkat megismertük, Zala megyei falunapok elképesztő szürke zakós parodistájaként, ő már komoly hakni voltal rendelkezett. Azóta is fogja a megyét, csak akkor léphet fel más, ha ő beteg, vagy ha kegyesen átengedte. Gyakran járunk együtt fellépni vele is, és más humoristákkal is. Jellemző, ki miről beszél a volán mögött. Kis Ádám általában amerikai rapperekről, Trabarna autókról, Tibor a magyar szakos pedig folyton Osváth Ernőről és a nyugat első generációjáról. Én nagyjából ugyannyit értek mindegyikhez, de bólogatok. Tibor a fellépésekkel kapcsolatos élményeit meséli, köztük az azóta már klasszikussá vált Energia Vámpír megrendelőt. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Igazából későn szólt a Sinkó Péter, drága szerkesztő úr, úgyhogy nekem nem nagyon jutott eszembe semmi, de elvállaltam a műsort. Ez a humorista rémám egyébként, hogy későn szól a szerkesztő, hogy fogok odaérni, nincsen ingem, nincs anyagom, semmi, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Ne, megpróbálok azért valamit. Az odatalálás az nem könnyű egyébként a fellépésekre. Nekem nincsen GPS-em, mert bio-GPS-ekkel szoktam megoldani a problémát a járókelőkkel. Akik délután 4 után bárhol az országban már Sebaj Tóbiásként fogadnak. És nyomja, és átvált a program hirtelen. Egy kis macskát vigyél el. Mert azt hiszem, hogy búcsúzik az unokáktól itt hirtelen. Ugye Ferusnak van a legendás Elvira nevű macskája, ami hetente 3-szor kölykezik. De azt mondták neki, hogy Kandúr. És nem Kandúr, jóval lakva. És most már azt mondta, hogy úgy kölykezik most már ez Elvira, hogy úgy jönnek belőle a kismacskák, mint a popcorn. Így áll, de meg szoktuk közelíteni. Múltkor voltunk egy olyan fellépésen is. Pozsonyban a Palóc haverunk szervezett egy túrát, ahol fordító GPS-t kaptunk, mert azt mondta el, hogy merre ne menjen. Teljesen fordított gondolkozás, azt mondja, jöttök, gyertek tovább, jöttök. Lesz egy felüljáró, fel ne menjetek, jó! Ne, jobbra-barra ne kanyarodj el, nem lesz molkú, gyere tovább, gyertek. És megérkezünk Pozsonyba, egy 8 sávos út közepén álltunk, akkor kiabált a csávó a telefonba, hogy na most tegyétek ki a 4-es indexet, itt vagyok. Az elakadás jelző. A Litkaival voltunk Pozsonyban, aki egy ilyen halvér ügyvéd ember felszokott itt lépni. Nagyon nyugodt, azt kell róla tudni, 42 a pulzusa. Bungee jumping közben. Hogyha nincs kötél, mert egyébként mit izgulja. És nem minden, megérkeztünk Pozsonyban, megszálltunk, hogy a szlotának ilyen áthallásos legyen a műsor, megszálltunk Pozsonyban, és a vendéglátónak egy kicsit büdös volt a lába, de ebben munka volt, tehát nem egy nap alatt alakult ki, ilyen kollégista rendszerben voltunk elhelyezve, mint az angol gyep, gondozva volt neki. Viszont horkolt is, de úgy, hogy kifelé ifalékfék, befelé erdőírtás. Darth Vader kávét főz. Verebesnek, szóval szörny egy ilyen kotyogó. És annyira horkolt a csávó, hogy még a Litka is se tudott aludni, pedig nagyon nyugodt ember. Úgyhogy mondtam neki az éjszaka közepén, hogy hát Gergely, most már annyira horkol a csávó, nem érzem a lábszagát. De nem csak a megközelítés nehéz, hanem a megrendelések is, hát sokféle változat van. Múltkor hívtak Borsodból. Robert Kvának, Böröcs úr, kérdésem lenne, van-e gusztusa fellépni nálunk? És van az energia vámpír típusú megrendelő, aki felhív. Sok szeretettel a művész urat szeretnék meghívni, nagy tisztelettel maradok őszinte híve. Egy kultúrestet szeretnénk prezentálni a faluházban, nagy tisztelettel, Stonde Pityere, Nogdacu, Legott, nem akarom húzni az idejét. 93-ban alakult az alapítvány. Gyönyörű őszi nap volt, nem volt túl meleg. Hideg se, kabát már kellett. Az asszony mondta, én felvettem, én nem vagyok fázós. Én a kávét, nem iszom a kávét, de inkább a teát. Ajta legészséged, nem vagyok kávét. Hármat iszok egy nap, ez van ez a Nescafé, igen jó. A sóskát jobban megeszem, mint a spenótot. Isten bizony mondom, talán mondom. Nem akarom én húzni az idejét. Lányom még építkeznek. Pont ott nem érdekli. Nem jól csak érdeztem, nem az. Szedtem gombát. Egy reklámtam, majd víz belőle. Nem akartam én polgármester lenni. Fóliasát, aztán elaktuk a ladát. 73-ban ősültem. 63 kilóval szeráltam. Nem vagyok én hülye gyerek. 1222 aranyhulla. Mert az orvosok a borítékot lefogadják. 330 forint egy liter benzin. Hol élünk? Kutyában nem lehet megbízni. Nem akarom húzni. Végre egy Böröcs úr, egy kultúrestet szeretnénk prezentálni. Nagy tisztelettel, Stander Pityere, Nogdacu, nem akarom húzni az idejét végeredménybe. Tartóstály meg villanygitár? Hát most már ez megy. Nem akarom végeredménybe. Böröcs úr, az unokám, igen aranyos, a kisebbik 4 évek, most lesz 6 éves. Nagyon aranyos. Nem akarom végeredménybe. Böröcs úr, kérdésem lenne, hogy faszába lehet magát meghívni? Mondom így. No de, hogyha nem én vezetek, akkor nem Stoll András, hanem van egy állandó sofőrünk,
Dobos Pista úgy hívják, ő, hát sofőrnek született, már az unokái így születnek ilyen evolúció szempontjából. Rádiós poén. Forgalomfüggő ez a szavajárás a Pistának, és ő is forgalomfüggő. Mentünk a meccsekbe, ugye vannak ott, meg akkor még nem volt pálya, vannak ezek a nagy kanyarok a meccsekbe, ott szakad el benne valami, ott mindig elkezd menni, mint az állat, és így megyünk föl, és megrántotta a kormány, mondom, mi van Pista? Nem így emlékeztem a Kunkorra. Ő emlékezetből megy, mert olyan régi sofőrje, a Honti Hannának a parfüme még így érezni a kocsiba, hogyha megkérdezett tőle, hogy Pista, mit tudsz Petőfiről? Egy irányú, szóval. Voltunk Svédországban is, az emigrációnál felléptünk, akik a rénszarvasos golyócskák keserű kenyerét eszik. Jóléti társadalom, három párbeszédet idéznék Svédországból. Beszéltünk egy ilyen benszülött családdal, azt mondják, hogy zárkozottak a svédek, 40 éves házasok, mondom, az asszony mivel foglalkozik? Mi sose kérdeztem. Ez így nem merült fel, ülnek egy ilyen Bergman filmbe, és nem tudják, aztán van szelektív hulladékgyűjtés, csávó pár éve kint, mondom, ennek mi a logikája? Van minden, meg az összes többi, én se értem pontosan. És hogy annyi pénzük van, hogy nem tudják hova tegyék. Voltunk egy középkori városban, mondom, ez mikor épült? Tavaly. Bementünk egy barokk templomba, ami aznap délután készült el. És ott láttam olyat, a persely mellett bankkártya lehúzó. Hát nem tudom, mire számít a plébános. Az úr tudja a PIN-kódodat, fia. Kérhetsz inkasszót is. De mindegy, megemlékeztem Dobos Pistáról, de most úgyis majd tömegközlekedéssel fogok járni, mert ingyér lesz, mondta Horváth Csaba. Ezeknek már minden mindegy, dőljön össze ez a vendégfogadó, nem számít, bedobták a gyeplőt, ingyen lesz minden. Hát szerintem nem villamos kéne, hanem riksa, amit Hagyó Miklós húz. De milyen lesz, mikor ingyenes lesz a tömegközlekedés, akkor hogy blitzelek majd, hogy 100 forintért veszek jelzést? És itt van ez a Pintér Sándor, rossz csont nem vészel. Baj lesz ebből, jó, maga tudja. Én nem indítottam volna azért tapsot, de hát minden. Majd megkeressük. És Kubatovnál bejelzett a rendszer egyébként, hogy betapsolt. Szóval én azt mondom, hogy jobb, hogyha bent van a Pintér Sándor a kormányban, mint hogyha védelmi pénzt szedne tőlük. És ő az a fajta, akiért tűzbe tennénk a kezünket, de azt beszkesztjük be. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra! Nem olyan rég jártam az állatkertbe. Az ember akkor megy az állatkertbe, amikor ráér, tehát én délben voltam. Az embereknek tudnám javasolni, ne menjenek délbe az állatkertbe, ugyanis állatokkal nem találkoznak. Az állatok ilyenkor az árnyékban fekszenek, gyerekek kérdezgetik, hol az oroszlán, ott valahol az árnyékba, hol a tigris, ott valahol az árnyékba, és hát lehet látni más embercsaládokat, akik Tévoly úton cirkulálnak az állatkertbe, és azt kérdezgetik egymástól, megnézzük a jegesmedvét, meg dehogy nézed a jegesmedvét, a jegesmedve az nyáron délben a barlangjában ül egy hűtőszekrénybe, kabátba. Ez a helyzet és az állatkert helyzete ihlette meg Hatházi Lászlót és Pataki Balázst, akinek Elefánt című jelenetét előadja Hatházi László és Vida Péter, akiről úgy tűnik, hogy ő gyakorlatilag a kabaré Lázár Jánosa, nem az Audix számát tekintve, hanem a nélkülözhetetlensége miatt. Ugye Lázár János az az ember, akinek ha egyszer megbetegszik a gyereke, akkor leáll az egész ország. Jó? Jó lesz? Jó? Még? Még? Jobbra? Mondom, jobbra? Karcsi, figyelj már! Mindjárt bele akar az ormányom a hullámvasútba! Szevasz Tarzany, mi van, mit csináltunk? Most emelik be az elefántot daruval, elefántházba. Jó, én meg azt hittem, napfogyatkozás van. Mondjuk furcsa volt, hogy olyan elefántforma van kitakarva bele. Felülről kell beemelni a szögöt, másképp nem fér be. Jöhet le, Karcsi! Karcsi, engedje, gyere! Jó? Ó, basz, beakadt a villanyvezetékbe! Hart! Te figyú, Tarzany! Az elefánt amúgy vezeti a áramot? Hogy vezetném, hát nem trollibusz? Ja. Milyen szomorúan fityeg ott gurtnikkal a lába közt. Te ez fiú vagy lány? Szerintem lány, ki vannak festve a körmei lilára. Kellett hozzá vagy 10 liter, ne olugsz? De az is lehet, hogy csak megégette a 10 000 volt. De akkor most mi lesz? Majd csak lejön.
elefánt még sose maradt a levegőben. Na, hogy nem, hát a elefánt, az nehezebb, mint a levegő. Ja, hát nem? De igen, most mondtam. Na de várjál, a repülő, az is rohadt nehéz, azt akkor hogy marad a levegőben? Hát se tudod. Hát a repülő, az most belül üres. Milyen? Üreges. A repülő belül üreges. Ha ezt a szerző hallanám. A repülő belül ugye üreges. A üreg meg könnyebb, mint a levegő. Na. A elefánt meg belül ugye csupa elefánt, ezért nehezebb. Na. Hogy jön ide a nátrium? Ráadásul ilyen sokszor. Múltkor láttalak egy filmben, Apollo 11, fölmentek a Holdra. Na, a na-na! Na-na! És akkor az üregi nyúl? Mert annak az ürege mégse emelkedik a levegőbe, hanem nem. Hát még jó, hogy abban benne van a nyúl is. Úgy meg már tök nehéz az üreg. Pont annyi a falsúlya, mint a elefántnak, érted már? Hát lehet. Mondjuk furcsa, hogy mostanában minden állatot így daruval emelnek idebe. Múltkor például hoztak egy óriási zöld zsiráfot. Zöld zsiráfot? Ja, zöld zsiráfot, nagyon furcsa állat. Ó, se keze, se lába, csak hosszú nyak. Nem kígyó volt? Hát nem mondta. Én kiírtam a táblájára, sziszegő dzsungel zsiráf. Szerették. De Tarzan. Na? Azt tudtad, hogy sose szabad hátulról megszólítani egy zsiráfot? Nem. Miért? Mert hátra néz, és lecsavarodik a feje. Mondjuk az elefánt az meg soha nem felejt. Pont, mint anyósom. Ő se felejt? Nem, ő is 3000 kiló. És hallod? Szegény elefánt olyan szomorún lógatja ott fenn az ormányát. Pedig ezen az oldalán nem is kéne, hogy legyen neki. Lóg rá a vezetékre? Hát, talán az áramszedője. Akkor mégis trolibusz. Te Tarzan, azt tudtad, hogy a piramisokat is így építették? Elefántokból? Nem, te hülye daruval. Oly, jut eszembe, nem tudod, mi lesz ma az ebéd? Hogy ne tudnám, újházi pelikánleves, bambuszrügyes panda. Már megint panda, az nekem epét csinál. Maradjál már, tök jó a menza, mióta ez az afrikai szakács van, nem? Csak saját zsákmányból dolgozik. Jó. De a múltkori gnufasírt az nagyon jó volt. Pont ahogy anyám csinálja. Ti is főztök gnút? Hát néha hazaviszem a munkát. Hát én meg ugyanik egy jó kis orszarvú sztéket. Á, nem hiszem, hogy a kedvedért megkezdenének egy egész rinocérot. Mindjárt zár az állatkert, az elefánt meg csak ott lóg. Te, figyelj már, miért van csomó az elefánt ormányán? Ja, a darus tűzoltó kötötte rá, hogy ne felejtsen el hatra menni a gyerekére az ovit. De basszus, most van 6 óra. Új, nézd már, el is indult a darus. Hé, Karcsi, állj már, mert felmaradt az elefánt! Na... Ez biztos vág majd egy ilyen elefánt formájú lyukat a Lánchíd alagútjába? Annyi baj legyen, megvan a hónapi ebédünk. Gyakran áll egy maga a színpadon Litkai Gergely, házi jogászunk, akit én csak doktor Litkaiként emlegetek, amikor ledoktorált, át is került a neve a telefonkönyvemben a D betűhöz. Gergely beszél majd az önkormányzati választásokról, de aki csak most kapcsolta be a készülékét, ne ijedjen meg. Nincsenek választások, csak egy archív felvétel lesz. Azt hiszem, sokkal jobb érzés is úgy hallani a választásokról,
hogy a kampányt nem kell végig szenvednünk, ez egy perverz öröm, mint hogy a régi bolondos vicc mondja, olyan jó, amikor mellé üt. És ami a monológban még lesz, csinálok egy ilyen fókuszos ajánlót, ami a monológban még lesz, mesztelen férfidestek gőz, és megtudhatják, hányan alkották a hét vezért. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, hogy ki követi így az eseményeket, de én arra figyeltem fel mostanában, hogy az állam ilyen két arcú lett. Egy ilyen Jánusz arcú állammal állunk szemben. Az egyik ismerősöm egy állami szervnél dolgozik, és fegyelmit kapott, mert a céges mobilról küldött SMS-t az adományvonalra. Azért érezzük az ördögi kört ebben. Másik ilyen most ugye próbálunk adni és el is venni, és állítólag a távfűtés ára nem változik, viszont mindenhol 5 fokkal hidegebb lesz. Úgyhogy önkormányzati választásokat nem tudom ki követte. Nekem a kedvencem az MSZP szlogenje volt, ez a Szabadság városa, Budapest, ugye? Tehát ők így gondolkodtak, ha megválasztanak minket, nem csuknak le. Tehát ez volt így az alig burkolt üzenet. Volt már szó Jávor Benedekről és Dr. Staud Gáborról is. Ők egy ilyen, pedig a politikai paletta két végletes pontján helyezkednek el, valószínűleg egy ilyen közös, eddig csak lábgomba kampányokban dolgozó reklám szakembert vettek föl. Jávor Benedek ugye egy mezitláb ül a fűben, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen Lamizil Extra reklám, tehát lehet látni, hogy ő neki a lába már se a cipőt, se az oknit nem bírja. Illetve hát Dr. Staud Gábor esetében mentünk anyámékhoz haza, nem Dr. Staud Gáborra, hanem feleségemmel, és így meglátta Dr. Staud Gábor, leszámolunk az élősködőkkel feliratú plakátját, és mondja, hogy öcsike, mondja a feleségem, új lábgombakrém van, menjünk a patikába. Mert így összeállt a fejében, hogy doktor, élősködők, leszámolás, tehát ez nem lehet más, mint egy ilyen csodálatos lábgombakrém. Hát röviden ennyit az önkormányzati választásokról. Más nagy hírek is vannak, nem tudom ki követi, ugye Dundika válik. Azt mondta, hogy megtartja a férje nevét, hogy lehet, hogy ő volt kövér mégis, nem? Tehát, hogy a férjét hívják Dundikának, és így anyósa, lehet, hogy azért válnak, mert anyósa szólt, hogy Dundika, és mindig ketten mondták, hogy igen, és ennek véget kellett vetni, de állítólag így a vagyonmegosztásnál problémák lesznek, mert a férjénél marad a melle. Tehát, érted, ő ruházott bele, jó lesz neki ilyen csuklótámasztós egérpadna. Tehát az működőképes lehet. De hát így nehéz a kommunikáció olyanokkal, akik másként gondolkodnak. Keresztanyám, ő egy ilyen old school katolikus irányt visz, és vasárnap ebédnél itt szóba került a nem változtató műtét. Hát így általános témákról beszéltünk, és így mondom neki, hogy hát körös vannak ezek a nem változtató műtétek, és így csodálkozva nézettem, hogy ennek mi értelme, hogyha nem változik, minek műtik. És számára elképzelhetetlen volt, hogy egy férfiből nő lesz, és vice versa, és az a szar, amikor a műtét után meggondolod magad, tehát már ugye nem minden esetben inverz a folyamat, hát ha csak meg nem őrzöd egy dunsztos üvegben, tehát azért furcsán néz ki a kandallón. És semmiféle összefüggés nincs a két téma között, voltunk a Rudas fürdőben. Volt egy melegétkezési utalványos poénom, de direkt kihúztam, hogy nehogy bármiféle ilyen asszociáció legyen a kettő között. Trabarnával és egy közös barátunkkal, nem úgy közös barátunkkal. Voltunk a Rudas fürdőben tévedésből, ugyanis a Rácz fürdőbe akartunk menni, mert olvastuk, hogy megnyílt és milyen szép, oda mentünk, nem nyílt meg, ezért nem tudtuk meg milyen szép, és mondta a közös barátunk, hogy itt van a sarkon a Rudas fürdő, akkor már ne utazzunk messzire, menjünk oda, bementünk,
pénztárnál, amikor jegyet váltottunk, már kacsintott a csipogót kiadó hölgy, mi gyanútlanul bementünk, és ott rögtön így a bejáratnál adtak 3 köténykét. Hát mondom, ez ilyen self-service cucc lesz, tehát így egymást szolgálják ki a vendégek, és... Ilyen tényleg egy ilyen 20 centiszer 40 centis köténke, tehát 800 négyzetcentiméter élet, és hát így bementünk, és ki volt írva, hogy kötényes törülközős nap van, törülközőt nem kaptunk, hát mondom, érdekes lesz, bementem a kabinba, és akkor szembesültem vele, hogy a köténynek csak eleje van, ezért kötény, ugye? Hát egy óriási dilemmába kerültem, hogy most ez hova erősítsen föl, tehát előre, tehát egy ilyen... Hogy itt a rudas fürdőben ugye ne látszik a rúd, ugye a névadó, tehát az... Vagy pedig len hátulra, de attól rettegtem, hogy ez valamiféle metakommunikáció, hogy melyik irányba vagy nyitott, tehát... És én szívem szerint a fejemre is tettem volna egy kötényt, mert érted, ki tudja, merről támadnak, honnan sújt le a pöröly, és hát így ott a kabinban a nagy dilemmában vagyok, és hirtelen volt 2 bejövő hívásom a 2 havertól, hogy most mi lesz. És nem mondom, gyerekek, szerintem egyszerre jöjjünk ki, és fedezzük egymást, és fölálltunk, mint az esküvőn, ugye a vonatozás közben, és azon rögtünk, hogy így köténykében úgy is tudunk vonatozni, hogy nem kell a másik vállán lenni a kezünknek, ugye? És hát így elindultunk tényleg, mint egy ilyen a Szakasz című filmben, amikor mindenhonnan támad a Vietcong, és úgy nézelődtünk, mint a Wagner melódiára vágott szeműek a dzsungelből, és hát így bementünk a fürdőbe, és ott már így furcsa volt, hogy vannak ilyen rudak szintén így, amik az épületet tartják, és egy ember így húzóckodott rajta. Hát mondom, hogy ez vagy másként gondolja ezt a köténykés dolgot, mert így gyakorlatilag akna nélkül lehetett alá menni, tehát ez egy ilyen önemelő szervíz, vagy pedig tényleg ennyire római fürdőkultúra, ahol hát mondjuk ott ruhában, de testedzéssel is foglalkoztak, és így bementünk egy medencébe, és így a sarokba leültünk 3, és figyeltünk minden irányba. Hát valaki felvetette, hogy menjünk be a gőzbe. Mondom, gyerekek, tehát azért bizonyos észszerű kockázatokat már nem vállalnék föl, tehát lehet, hogy ezt nem kéne, tehát úgy állsz, mint Thomas a kis gőzmozdony, tehát úgy fütyülsz, ahogy mások fűtenek, ugye? És én mondtam, hogy egy esetben lennék hajlandó bemenni a gőzbe, ha lenne nálam ilyen kötkürt, mint a hajókon. Tehát, és ha baj van, akkor csak dudálok, és beszalad 2 társam, és kimenekít. Úgyhogy erre szerencsére nem került sor. Viszont hazatértünk, és zárásképpen, hogy ne ez maradjon meg róla, így képként, a feleségem és a lányom anyósomhoz együtt közlekednek állatában, amikor anyósom vigyáz a gyerekre, és így az őrsvezér tere felé haladtak, és így a feleségemnek a gyerek mindig kínos kérdéseket tesz föl, és így őrsvezér terén mentek, és mondja a feleségemnek, hogy anya, ki volt őrsvezér? És a feleségem mondja, hogy így kapásból, hogy hát a 7 vezér együke, ugye Ámos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm, Ős, és így nem csak történelemből vezette teljes vakványányra, hanem matekból is, tehát ez... Már vártam tőle, hogy így folytatja majd, hogy ott van még pillangó vezér, népstadion vezér, úgyhogy vigyázzunk, milyen tudást adunk a gyereknek. Köszönöm szépen a figyelmet.
Lassan egy éve zajlott le a Magyar Rádió Sketchiró pályázata, ahol kifejezetten groteszk jeleneteket vártunk és kaptunk. A verseny ezüstérmese, Varga Péter Iván jó érzékkel találta meg a horgászatot, mint meglehetősen abszurd tevékenységet. Nem elég, hogy sportnak, még a saknál is vontatottabb és halálosan unalmas nézni, de még a táplálékhoz jutásnak is egy rendkívül bonyolult módja, ami ráadásul egy még abszurdabb tevékenységhez, a halevéshez vezet. Mert nincs még egy étel, amit nemhogy jó ízűen, de rettegve fogyasztasz, mert már gyerekkorodban belég nevelték, hogy a hal csak hússal álcázott szálka, és a halevéssel tulajdonképpen gyakorlatilag folyamatos életveszélyben vagy. Lássuk be, ez furcsa dolog is. Az ember például egy marhapörköltő joggal várja el, hogy ne törjön az életére. Szerzőnk még ezen az abszurd kiinduló helyzeten is csavart egyet, mondhatni, még egy bőrt húzott le a halról. Varga Péter Iván, horgászok, szereplők, Aradi Tibor, Vida Péter. Napot. Van kapás? Semmi. Nézze csak, ott rabolt valamit. Süllő vagy csuka? Az asszony. Beküldtem csónakkal, hogy etessen be a halaknak. Elsüllyedt. Ja, értem. Fröcsköl. Mert nem tud úszni. Vergődik. Ja. Ma nem kéne valami? Elriasztja a halakat. Nem akarja kihozni? Nem tudom, elvitte a csónakot. Ja, tényleg. Akkor már beúszhatnánk érte, vagy nem? Viccel? Ilyenkor novemberben? Kurvással hideg a víz, megfáznál. Ja, az igaz, ja. És mi lenne, ha hajítanék párat a pecabotommal, hát ha beleakad, vagy valami? 30-as damillal. Kár lenne érte, nagyon jó kis damilla. Amivel elsüllyedt a felesége, az egy vas csónak. Még kilátszik a vége. Ja. 2 centis vasból volt, kár érte. Hogy tudott elsüllyedni? Kiukadt. Vas csónak? Hogy tudott kiukadni? Nehezen 2 fúrószál is beletört. Ja. Oda a csónak, oda a fúró. Sok kiadással jár egy feleség. Az biztos, maga felesége is szeret horgászni? Szeret. Ritka az olyan asszony. Eleinte ő is hisztizett. És aztán mi lett? Kezébe nyomtam egy pecabotot, adtam neki 2 horgot, meg egy jobb egyenest. Megnyugodott. Értem. Nézze, már nem kapálózik. Előbb is ezt csinálta, aztán egy perc múlva újra rákezdett. Van is egy ilyen mondás, azt mondja, fuldokló nőnek sose higgy. Akkor várnunk kell még egy kicsit. Vagy csinálhatnánk, hogy átmegyünk a másik stégre, és akkor horgászunk ott. Az se jó, onnan jövök éppen. Nem jó. Előbb láttam, hogy ott rabolt valami nagy hal. Hát ez az. Az meg az én feleségem. Az is elsüllyedt a csónakkal? Az is. A francba legalább az egyik megmaradhatott volna. Na, egyik asszony? Nem, csónak. Beküldhettük volna a 2-t 1-jel. Nézze csak! Most épp egyszer ért fel mindkettő. Hát, tényleg. Meg egyszerre is kapálóznak. Kicsit még gyakorolnának, aztán elmehetnének szinkronúszónak. Nézze már, magáé meg telefonál. Biztos segítséget akar hívni. Hé? Tényleg? Nem tudtam, hogy nála van a mobilja. Ja? Jó van.
Ah, lemerült. Mobilja? Is. Jó ez a csend. Ezért szeret az ember horgászni. Nagyszerű sport. Megfordult már a rádiókabaréban számos magányos dzsungelharcos, aki maga írja és adja elő számait. Ez az alkotási mód azért nagyon hasznos, mert segíti a tökéletes művészi önkifejezést, és a gázit sem kell többfele dobni. Ilyen alkotó előadó Varga Ferenc József is, akinek csak azért nem sorolom fel az összes karakterét, nehogy valamelyik hangja megsértődjön. Ő annyira kompakt előadó, hogy még fel is konferálja magát helyettem. Varga Ferenc József, telefonos szolgálat. Nemrégiben a neten azt olvastam egy híroldalon, hogy valamelyik országban kitalálták a telefonos WC-kalauzt. Most elképzeltem, amint egy okos franchise ötletből fakadóan hamarosan Magyarországon is lesz egy olyan szolgáltatás, hogy anyagcsere ügyleteinket telefonon és az interneten is lebonyolíthatjuk. És hát ugye mindannyiunk számára ismerős, amikor felhívunk egy telefonos ügyfélszolgálatot. Üdvözöljük! Ön a Telefosi Hungary telefonos szolgálatát hívta. Amennyiben ismeri a hívni kívánt melléket, kérjük tárcsázza. Ha nem ismeri a melléket, várjon kezelőnk jelentkezésére. Aktuális WC-ink 1-es gomb. Ha angol WC-je van, nyomja meg a 7-es gombot. To switch to English, press 7. Ha bodegája van, nyomja meg a 2-es gombot. Akciós pöcegödör 3-as gomb. Ha sürgős dolga van, nyomja meg. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy beszélgetését minőségbiztosítási okokból rögzítjük. Az előrelátható várakozási idő több mint 3 perc. Munkatársunk jelentkezéséig szíves türelmét kérjük. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előrelátható várakozási idő több mint 3 perc. Munkatársunk jelentkezéséig szíves türelmét kérjük. Üdvözlöm, Hálemele Ildikó vagyok. Miben segíthetek? Jó, egy ügyfél támad, kérek tippem. Anélkül tájnak nem tudok tegíteni. Az előző havi támla második oldalának balató tarkában van egy kis türke rublika, annak a jófejtő tarkában található. Köszönöm, pillanat. Bényei Attila? Köszönöm. József utca 67? Köszönöm. Jó, hát elnézést, be kell vinnem az adatokat a gépbe. Még egy kis türelmet. Köszönöm a türelmét, miben segíthetek? Igen, ebben tájnak nem tudok tenyíteni. 4-es gombot tették megnyomni, viszont hallásra. Munkatársunk jelentkezéseig szíves türelmét kérjük. Üdvözlöm, Fehér Tamás vagyok, parancsoljon, miben segíthetek? Jó, egy ügyfélszámot kérek szépen. Köszönöm, kis türelme. Bényei Attila? Köszönöm. József utca 67? Köszönöm. Sajnos be kell vigyem az adatokat a gépbe. Nem tehetek róla. Még egy kis türelmet. Köszönöm a türelmét. Miben segíthetek? Igen? Igen? Igen, ez azért van, mert ön a másodperc alapú vécézést választotta, viszont ajánlhatom a potyogtató díjcsomagot, amely sokkal kedvezőbb, hiszen az előfizetési díj teljes összegében lekakilható.
és 10 pisilés ingyenes. Ráadásul most ehhez a csomaghoz ajándékba kap egy Nokia WC420-as mobil toalettet, 4 megapixeles kamerával, újságolvasó funkcióval, kihangosító szettel. Nem biztos, hogy ön tévedett, a számlát ki kell fizetni, igen, a késedelmi pótlékot pedig fel fogjuk számítani, igen. Kíván-e még valamit? Igen. Parancsoljon. Húzzák le magukat! Nem tudom, megfigyelték-e már, milyen furcsán fogalmaznak a magyar rádióban. Most nem is az olyanokra gondolok, hogy kisvártatva 15 óra, vagy hogy a templom tornyában 3 harang lakik, amit ember nem mondana így, hanem arra, amikor egy kabaré szerző a saját munkáját konferálja, mindig harmadik személyben beszél magára, mintha egy teljesen más személy lenne. Tehát most például hiába az enyémhez nagyon hasonló hangot fognak hallani, nem mondhatom azt, hogy én következem, régóta járok ide, fogalmam sincs, hogy ez miért van, mindig azt mondják, mert a rádióban így szokták. Ha az emberiség csak ennyire lenne hajlamos az újításra, nem hiszem, hogy valaha feltalálta volna a rádiót, de hát ez csak az én problémám. Egy kicsit újítanék ezen a szokáson, tehát annyit mondanék, a következő műsorszámot ketten írtuk Kőhalmi kollégámmal, de ő adja elő egymaga. Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Azon rádió hallgató kedvére, akik az áprilisi kabaré óta tűkön ülnek, és csak erre tudnak gondolni, el kell mondom, hogy megszületett a gyerekem, úgyhogy 3 gyerekes családapa vagyok. Nagyon kedvesek, én főleg a poénokra vártam volna a tapsot, de ez is jó, szóval tudok még ilyeneket mondani. Majdnem egy éve nem dohányzom. Rendesen fizetem az iparűzési adót. És nem előzök a buszsávba. Ez vagyok én, mert most hát harmadszor láttam már ilyet, hogy szülés. Ezt az eseményt úgy tudnám összefoglalni, hogy ez az, amikor az egyik ember kijön a másikból. És a természet volt annyira kegyes, hogy a kisebb jön ki a nagyobbból. Ez egy könnyítés. És mi egy fix helyre járunk szülni, talán ezt mondhatjuk a harmadik gyerek után, hogy fix helyre járunk szülni, és van a kórház mellett egy kocsma, úgy mentem, hogy a szokásosat, de nem értették. Azt kell látni, hogy ugye eddig volt egy fiam meg egy lányom, harmadik féle nincs, tehát most már 2 fiú van, 1 lány, tehát a 2/3 többség megvan, és nagyon sok hétvégi program eldőlt, ugye? Hát boríték volt, hogy nem a Jégtánc évét fogjuk nézni. Na most vannak még ilyen nagyon nagy újítások. Olyat láttam, ugye gyerek autóban, gyerek játékban, nekünk még lábbal hajtós moszkvicsunk volt, utána jött az elektromos, amit nem kellett tekerni, csak nyomtad a pedált és ment. De most már olyat láttam, hogy elektromos, de távirányítós, anyu nyomja a padról hátul a játszótérre, gyerek meg be van szíjazva, nézi ma hova megyünk. Anya vásárolni akar, berakja egy körforgalomba, aztán menjél. Ami nagy találmány még, rádióban hallottam, egy magyar ember föltalálta a balkezes zongorát, vagyis hát, hogy rájött arra, hogy a balkezes embereknek balkezes zongora kell, tehát fordítva kellnek a billentyűk. Nagyon sok millió építették ezt meg neki. A balkezes tangó harmonikát csak így meg kell keresztbe fordítani és átcsavarozni hátul a szíjat, illetve a balkezes fúriát a másik odon kell fújni. Ezt tudom javasolni. Na most ilyen szintű problémákkal dolgoztam én a Műszaki Egyetemen. Geodéziában volt egy olyan tanárom, hogy reggel 8-kor későknek villámkérdések 1-esért. Más nem lehetett kapni, az volt a kérdés, milyen gyorsan kapod és mennyit. Tehát sokat nem kellett érte küzdeni, és ahogy beléptél, neked szegezték a kérdést, mennyit hajlik a Föld 1 kilométeren? A kérdésre értettem. Már látom, hogy te se értetted. Nekem nem segítettek, de ugye a Föld az nem sík, és akkor így elképzeled, alatta van a Föld, és így még 1 kilométert, és hogy az mennyivel van lentem, na? Ez fontos lesz tudni, hogyha komolyabban akarsz teodorítozni, akkor nem árt. 2 centit, jó, ha tudod, majd kérdezik. Azért fontos, mert ha mondjuk így 5 kilométerre akarsz diafilmet vetíteni, akkor az már 10 centit, tehát lehet, hogy lemarad a szöveg, vagy
Nem ez a négy, nekem nem segítettek ennyit. 2 centi nem tudtad, 1-es. Utána jött az, hogy milyen alakú a föld. Geoid, beugratós, azt jelenti föld alakú. Nem tudtad, még 1-1-es. És akkor jött az, hogy az építész 3 mondat után rajzol, azért mindig van nála ceruza. Nem volt 3-1-es, tehát 8 óra 1 perckor 3-1-eset volt, még le se ültél. Ami azért durva, hogyha nem megy be, csak 1-et kapsz. És egyszer volt egy takarítónő, egy vödröt akart elkérni, kapott 2-1-est ő is. Na most én elméleti mérnök vagyok, ábrázoló geometriában volt olyan feladatom, árnyék szerkesztés. Bátyám mondta, hogy a hülye építészek azt, hogy az árnyékot is nekik kell szerkeszteni, nem tudják, ott lesz magától. Körülbelül ez a kapcsolatom a valósággal. Az elmélet gyakorlat problémában én a régész vizsgát nem tudtam sose elképzelni, tehát hogy néz ki egy régész vizsga, ugye, hogy 45 perc alatt a kihúzott területen minden segédeszköz nélkül találjon egy vázát. Ötösér dinoszaurusz. Szigorlaton Atlantis. Azt is húztad, és akkor jön, hogy te mit húztál? Aszfaltot, Tesco parkoló, nem fog menni. És a végén osztályozzák a vázákat, te mit találtál, fiam? Hát ez egy döglött macska a korai 21. századból, de lehet benne virágot tartani, és ez a régész vizsga, de nem is az a lényeg, hanem most elkezdtem, mivel hogy lakást felújítottunk, lakást vásároltunk, nagyon rendes eladóink voltak, megengedték, hogy felújítsuk a lakást, mielőtt megkapjuk a hitelt, felújítottuk, csak nem kapjuk meg, tehát egy ilyen új kategória az illegális lakás felújítók, azok vagyunk, hogy lesznek majd ilyen rendőrségi hírek, parkett a csiszoláson fogtok egy bandát, az én vagyok. És azóta nagyon sokat járok barkácsáruházba, törzsvendég lettem egy barkácsáruházba, tehát most találkoztam ilyenkor, hogy van ilyen parketta, meg ajtó, meg elképesztő. És törzsvendég vagyok már ott, és van egy ilyen élményem, hogy gondolom mindannyiunknak van ilyen élménye, hogy mindig keresjük az eladókat, de eladók sosincsenek, csak emberek, akik keresik az eladókat. Nézed, hogy ki milyen pozícióban van, hogy mikor kiről derül ki, hogy eladó, ki kire ugrik rá. Én már feladtam a versenyt, amikor jött egy roma úriember, aki ugyanebben a cipőben járt. Vesztemre engem kérdezett meg, hogy hát főnök úr, maga itt eladó? Úgy éreztem, vissza tudok vágni az áruháznak. Mondom neki, én eladó vagyok, nagyon szeretném, de itt az a szabály, cigányokat nem szolgálhatunk ki. Nagyon remélem, hogy megnyeri a pert. Ha kell, én még tanúskodom is. De értsük meg, hogy én az áruházat akartam bántani, egyébként teljesen igaz, cigányokat nem szolgálnak ki, csak senki más se. Ez egy ilyen apróság, és még egy apróságot mondanék, hallottam a rádióban egy francia mesterszakás nyilatkozott, hogy ahogy egy igazi festőművész nem festi 2-szer ugyanazt a képet, egy igazi mesterszakács nem főzi 2-szer ugyanazt. Ez azért gond, de ír egy szakácskönyvet, aztán eldobja, tehát ez a 999 féle sült krumpli, illetve rendez az étterem, vagy egy marha pörköt, de szeretnék, az már volt. Minél később jössz, annál rosszabbak az esélyeid. Szalvétát tudunk adni, illetve bundás kenyeret kérni, hogy telefonálgatok egymásnak, meg volt már neked a bundás kenyér, 72-ben ellőttem. Na most ezt csak a vendéglátás miatt mondom, és hát búcsúzó, nagyon filozofikus dolgot mondanék nekem, mostanában hát én szégyellem magam, fogyasztok alkoholmentes sört, ami ugye nagy mániám, hogy ezen mérnökök dolgoznak, hogy ugyanúgy olyan legyen, mint a sör, tehát ugyanúgy hízlaljon, ugyanúgy izzadját tőle, vizelni kelljen tőle, a másnaposságon még dolgoznak, meg hogy másokkal bunkó legyél, ezt még nem tudták megoldani, meg az íze nem mindig, és egy színész büfével próbáltam meg alkoholmentes sört kérni, azt mondta a csapos, és ez már filozófia,
volt, de megromlott. Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves hallgatóink, a Kabaré Klub Plusz adását közvetítettük. A műsorvezető Kőhalmi Zoltán volt. Munkatársak Bognár István, Boros Mária, Jacina Edit. A felvételt Kerekes Endre készítette. Gyártásvezető Kajzer Hajnal. Produkciós menedzser Nyilas János. Szerkesztette Sinkó Péter.